Na de hát kérem szépen, azzal, hogy Bálint ma így szerepelt, és folyamatosan hullajtotta el a pontokat, ezzel az is eldőlt, hogy bizony rombolt a statisztikáján Bálint, nem is kell. Mert hogy a legjobb statisztikája annak a Boginak van, akinek nincs alapvetően védettsége, ő ugye nem játszott Mexikó ellen, de mivel neki van a legjobb statisztikája, ezért ő nem párbajozhat. Éppen ezért Dorci jelen pillanatban ellenfél nélkül van. De hát ez a szezon ugye itt az Exatlonban, ne csodálkozz Dorcikám, erre is van megoldás, erre is van terv, hiszen ez a meglepetések évada. Az fog történni, hogy a holnapi párbaj során otthonról, Magyarországról érkezik majd valaki, egy versenyző, akivel Dorci megküzd majd azért, hogy itt maradhasson az All-Star évadban. Az újonnan érkező versenyző pedig azért fog küzdeni, hogy bekerüljön a csapatban, és itt maradhasson a Dominikai Köztársaságban. Tehát gyakorlatilag egy kiki meccset fog vívni egymással Dorci és az új versenyző. Aki nyer, aki megnyeri a párbajt, az folytathatja a versenyt, és itt maradhat az All-Star évadban. Úgyhogy ez az a hír, amit közölnöm kellett veletek. Mit szólsz, Dorcikám? Nagyon mosolyogsz, nem tudom, hogy most milyen érzések kavarognak benned. Hát nyilván rossz így kimenni egy párbajra, hogy nem tudom egyébként, hogy, tehát, hogy még csak tippelni se tudok, hogy kivel fogok futni, de nagyon bízom benne, hogy nem olyannal, akivel egyébként nagyon jóban vagyok.